Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap az ébresztő műsoronk. Én Bredák Szandi vagyok, egész héten egyedül ébresztelek titeket, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének vendégeim. Például már itt ül velem szemben, megittuk együtt. Én már a második kávémat, István nem tudom, hanyadikat mindjárt elmondja. Kovács István az SKSK elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hanyadik kávédat itt? Második. Másodikat. Hát mondjuk, jaj, közben itt megfulladok. Szóval, hogy nem mondhattál nemet, ugye, mert hetek óta ígérem Istvánnak, hogyha jön, veszek neki laktózmentes tejet, sosem sikerült, na ma sikerült, úgyhogy nem ismert nemet mondani a kávéra. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Na, felpörögtünk mind a ketten, hát a fiúk is felpörögtek, ugye a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkörről van szó, mert hogy egyik meccs után a másikat nyerték meg. Sőt, már a harmadikat is. Na, és mesélj. Azt gondolom, hogy céljainknak megfelelően indult a felnőtt bajnokságunk. Mertek volna máshogy szerepelni, ugye mondtad, hogy itt már nem nagyon van más választás, más lehetőség, nyerni kell, fel kell jutni. Igen, így lett összerakva a csapat. Mindig szokták mondani, hogy ez nem is a csapat sikere, hanem a vezetőségé, hiszen jó játékosokat igazoltunk, de természetesen azért ők lövik a gólt, az edző vezeti a mérkőzést, az edzéseket, tehát a siker azért ő is, az övéké. Uh-huh. Na nézzük meg konkrétan, hogy kikkel játszottak. Ugye például múlt pénteken, jól számolok, az NB1B-s csapat hazai pályán a Rákosmente férfi kézilabda ellen játszott. Igen, egy jó kezdés után egy kicsit belassultunk, egy döntetlen fél időt követően azért a végén mindig magabiztosan tudunk nyerni. Előtte héten a tavalyi évben egy ponttal megelőzött minket a Békés, ott voltunk vendégszerepelni, de most egy ponttal vagy egy góllal mi nyertünk, és így egy kis bosszú, édes bosszúval távoztunk, és az első fordulóban a fiatal Pik Szeged csapatát fogadtuk, ahol szintén győztünk. Hál' Istennek 3-400 fővel minimum vannak a nézőink, szeretnénk, ha még többen jönnének, ugye a tavalyi utolsó mérkőzése 700 fő volt, de így is nagyon nagy hangulatot tudnak teremteni, és azt köszönjük is nekik. Közben nézem, hogy az NB2-es csapatotok vasárnap játszott hazai pályán, ott pedig Sárbogárd ellen. Igen, ők egy kimondottan fiatal csapat, hiszen az a lényege, hogy a felnőtt húzó csapat mellett a fiataloknak is tudjunk teret adni alacsonyabb szinten, hogy szokják, és benne legyenek a felnőtt bajnokságban. Ők palírozódnak, nekik csak az egyedüli céljuk az, hogy bennmaradjanak ebbe a bajnokságba. Szép volt, fiúk, ezt pedig két napja tettétek, NB1B-s csapatotok szoros mérkőzésen nyert a Rákosmente férfi kézilabda ellen, és Imre Vilmos vezetőedző szavait is itt lehet olvasni, egy picit idézek belőle, mert hogy ő értékelte a mérkőzést, kiváló védekezés és jó kapus teljesítmény jellemezte a mérkőzést, a kezdés ismét kiváló volt, magabiztos előnyt szereztünk, aztán főleg támadójátékban követtünk el olyan hibákat, amelyektől a csapatjátéka elbizonytalanodott. Örülök annak, hogy a második félidőben még keményebb, agresszívabb lett a védekezés, de a támadójáték hatékonyságán még dolgoznunk kell. Erre utaltál amúgy az előbb, hogy... Igen, egy kicsit hullámzó a teljesítménye a csapatnak. De általában a végeredmény számít, vagy azért... Ez pont így van. Na, tehát a végén kell egyel nyerni. Aha. Mi vár most a fiúkra? Mi következik most? Mert azért ettől függetlenül pihenni nem nagyon hagyjátok őket. Nem, illetve hát a szövetség sem, de hétvégén szombaton ismét hazai pályán a Százhalombatta csapata ellen fogunk megmérkőzni. Szerintem egy jó mérkőzés lesz. Hazai pályán lesz? Hazai pályán lesz. Várunk mindenkit szeretettel szombaton 6 órakor. Szerintem egy feljutó csapat, de lelkesek, oda kell figyelnünk. Ha már említetted ezt, hogy feljutó csapat, bár sűrűn beszélgetünk, de ha véletlen valaki még nem hallotta, beszéljünk egy picit arról, hogy mi a cél. Az NB1-be való feljutás. Ezt ki kell mondanunk, el kell viselnünk ezt a terhet, ahogy a, az ide látogatóknak is tudni kell, hogy egy bajnok esélyes csapathoz jönnek, és féljenek. Féljenek. Na hát én nem féltem, bár egy picit igen szombaton, mert hogy bevallom, voltam az SKSK csarnokban, még nem meccsen, majd egyszer annak is eljön az ideje, viszont amitől féltem, hogy akkora tömeg volt, hogy én erre nem számítottam, mert hogy azért amellett nem menjünk el, hogy az SKSK csarnokban nem csak sportesemények vannak, akár bálok, akár más jellegű események, hát például egy stand-up comedy, ugye Hatházi László volt a vendégetek, illetve hát ugye őt fogadtátok, és hát elképesztő meg volt. Hányan voltunk összesen? Most 850 fővel. De jó ég. Férünk egyáltalán ennél többen? Hogyne, még 100-an vannak a felső karzaton, és az oldalkarzatot meg se nyitottuk, tehát egy 1000-1050 főt elbír azért a csarnok egy ilyen ültetett rendezvénynél.
Szerintem lesz olyan is, előzetesen nem elárulva titkokat, december 29-ére mindenki tegye magát szabad, de következő Duma Színház rendezvényre. Oké, ezt én be is írom akkor majd a naptárban, mert egyébként nagyon-nagyon jó volt. Illetve hát ugye én voltam már a csarnokotokban úgy, amikor így nem volt így berendezve, mint most, és én egy pillanatra is felejtettem, hogy egy sportcsarnokban vagyunk, mert hogy annyira jól megcsináltatok a színpadot, ugye kivetítőn látszódott Hatházi László két oldalon is, tehát hogy ennyire mobilis egyébként a csarnok, hogy akármilyen rendezvényre így át lehet rendezni? Akármilyenre, szalagavatóra, ilyen színpadi fellépésre, bálokra, de természetesen más sportágnak a sportrendezvényeire, akár lesz karate, rúdsport, bajnokságok, tehát... A ti bálotok, ugye? Mi bálunk is lesz, igen, székelybál is lesz, tehát nagyon-nagyon szertágazóra tudjuk, és igyekeztünk is, hiszen a hasznosítással némi bevételt is szerzünk, de én azt gondolom, amint a szlogenünk is, mi több, mint sport vagyunk. Igen, és egyébként így pont most itt a zene alatt koppintottam az orromra, hogy így megosztottátok azt is még a Duma Színház előtt, hogy hogy lehet könnyen parkolni, mert hogy egyébként ezt is tök jól meg lehet ott oldani. Hát én ezt most láttam, amikor mentem, nem, de találtunk egyből parkolóhelyet. Tehát ez is egy előnyös dolog. Szerencsés voltál, vagy időbe jöttél? Vagy idő, hát mondjuk majdnem igen, elkéstünk, de szerencsére találtunk. Ja, és még itt görgetem egyébként az SKSK közösségi oldalát, hát ne felejtkezzünk már erről, hogy most volt hétvégén Szigetszent Miklóson a sportnap, ahol ti is képviseltettétek magatokat, miként? Ugye fiatal kis kézilabdázóinkat igyekeztünk bemutatni, ővelük csoportbontásban kint lenni reggel 9-től délután 2-ig folyamatosan. Én azt gondolom, hogy sok új sportolónak adtunk lehetőséget, reméljük megismerte a kézilabdát, és jelentkezni fog korosztálytól függetlenül, 6 évestől kvázi a szenior korosztályig, de hát természetesen azért az iskolás korúakra számítunk leginkább. Akkor egy picit csak egy pár mondatot beszéljünk már így az utánpótlásról, vagy a kicsikről, hogy vagytok szépen számban, sokan vagytok. Azt tudom, hogy Szigetszent Miklóson egyébként nagyon sokan, sok kisfiú választja sportnak a kézilabdát. Én azt gondolom, hogy a lányok mellett a fiú kézilabda a legnépszerűbb, mondhatnám így, a legnagyobb tömeggel rendelkező sportág. Igen, az iskolákban ott vagyunk ugye elsőtől negyedik korosztályig, sőt Szigethalmon, Taksonyban is, és 6 iskolában ugye Szigetszent Miklóson pedagógusokkal délutáni foglalkozásként, és utána 11 éves kortól pedig jönnek be a anyaegyesületbe, és ott edzésbontásban mindenkinek megfelelő koordinációs edzésekkel, funkcionális edzésekkel kiegészítve jönnek a labdás edzések, mérkőzések. Egyébként csatlakozni hozzátok így a tanévben bármikor lehet? Bármikor. Komolyan? Lehet. Igen. De én jó. Azt gondolom, hogy főleg a kisebbeknél még nincs akkora különbség, hogy bármikor is ne lehessen. Tök jó. Na, és akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor szurkolhatunk legközelebb, és milyen mérkőzésen, hazai pályán, azt hazai tudjuk. Hazai pályán, a Szászhalombatta ellen, szombat 6 órakor várunk mindenkit szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az eddigi elért eredményekhez, köszönöm ezt az óriási programot, meg tényleg ezt az élményt, amit átélhettem az SKSK csarnokban. December 29, azt mondtad, ugye, akkor lesz legközelebb. Igen, és a többi rendezvényt is figyeljék, hiszen a honlapunkon megjelentetjük azokat is. Meg mi is beszámolunk róla. Köszönöm szépen Kovács Istvánnak, az SKSK elnökének a beszélgetést. Köszönöm, és mindenkinek szép napot kívánok.